Március 19-én délelőtt vízügyi szakemberek, gazdálkodók és a Városgondnokság szakembereinek jelenlétében a téglagyári tavon mutatták be azt a svéd gyártmányú kétéltű járművet, amelyet a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat vásárolt. András László, a víztársulat vezetője szerint az új berendezés nagy segítséget jelent majd a hagyományos gépekkel nehezen elérhető csatorna szakaszok tisztításánál. Jól kiegészíti a jelenleg már meglévő gépparkunkat, ugye 6 kotrógéppel, 5 speciális csatorna fenntartó géppel rendelkezünk. Ugye ezen kívül tartozik hozzá 3 darab kaszaszerkezet, tartozik hozzá iszapszivattyú, tartozik hozzá egy 3,5 méteres gémszerkezet, melyhez kotróegységet lehet csatlakoztatni. Nehezen megközelíthető helyeken, közepes méretű csatornákon tud dolgozni. Ez lehetővé teszi, ugye, körülbelül egy olyan 150 km csatornának a fenntartását úgy, hogy azonnal a medret tudja tisztítani. A társulat folyamatosan fejleszti a gépállományt, az új berendezést önerőből szerezték be. Ugye gépvásárlási támogatást 2002 óta a társulat nem tud igénybe venni, ezért ugye azóta saját erőben tudjuk a gépparkot fejleszteni. A gyorsan munkára vezényelhető kétéltűre nagy szükség lesz, hiszen a társulat több száz kilométer hosszúságú, nehezen tisztítható csatorna szakaszokkal rendelkezik. Ugye az öntöző csatornákon ott a rendelkezésre állást biztosítani kell, akkor is, hogyha csapadékosabb időjárás van, tehát ott mindenféleképpen fenn kell tartani a szolgáltatás végzéséhez szükséges fenntartottsági szintet. A belvíz csatornákon ugye ott sajnos annyi fenntartás történik, amennyi pénz rendelkezésre áll, ugye jelenleg főleg állami forrásból. Az első bevetésre már áprilisban sor kerül. Ezzel az öntöző csatornák karbantartását a jövő héten kezdeni fogjuk, ugye a halastavak feltöltése már megkezdődött egyes területeken. A trukszor 5000 használatához több embert is kiképeztek. 3 ember képeztünk ki rá, 2 ember dolgozik vele egyszerre, tehát 2 órás váltásokban. Az új svéd csatorna tisztítót áprilisban vezénylik először karcagi terepre.